idén legyen öné az évházi kertje nívó díj. Pályázatunkra négy kategóriában jelentkezhet, és az elismerésen túl értékes ajándékokkal is megajándékozzuk Önt. Én malé vagyok, a tündérkertek.com tulajdonosa. Ne habozzon jelentkezni, ha úgy érzi, hogy Ön is valami szépet, értékeset alkotott kertjében, most megajándékozzuk munkájáért. Jelentkezhetnek gyümölcsös kertek, kertek tulajdonosai is, de dísznövényekkel a legszebb kert kategóriában is indulhat. A díjazottak között szétoztunk közel 1 millió forint értékű gyümölcstárműt, különleges csemegeszőlő oltványokat, bio növényvédőszereket, könyveket, felső ruházatot, és természetesen minden helyezetnek egy nívódi táblát is adunk, melyet kerítésére helyezhet ki. Akiket a zsűri nem szavaz be a nyertesek közé, azoknak sincs a csüggedni, hiszen közönségdíjak is kiosztásra kerülnek, de a szavazók között is értékes nyeremények találnak gazdára. A zsűri szerepét a szakmában kiváló, elismert szakemberek látják el, mint például dr. Szabó Sándor, növényvédelmi szakmérnök, Farkas Mihály, a Farkasfa iskola Kft. alapítója, Fülei Zoltán, a Horti Szerviz Kft. ügyvezető tulajdonosa, Kertész Krisztina, a Göcsei Természetvédelmi Alapítvány elnöke, Kis Zoltánné Androsovics Petra, a csodás kertem magánarborétum tulajdonosa, Megmenemi Márk, a Kert TV tulajdonosa, valamint Rostás Gábor, a Hírosfa iskola Kft. ügyvezetője. Kérem, engedjék meg, hogy néhány szóban a pályázott támogatói és egyben zsűri tagjai is bemutatkozhassanak következő kisfilmjeinkben. Jó napot kívánok! vagy inkább sziasztok, hiszen egymás között vagyunk kertbarátok. Én Megmenemi Márk vagyok, a kertévi alapítója, magam is lelkes hobbikertész, most már több mint 20 éve csinosítgatom a nem annyira kicsi kertünket, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen jó érzés az, amikor az ember összehoz valamit a természettel karöltve, mert bízom benne, hogy ti is így tekintetek a kertetekre, hogy nem csak a ti érdemetek az, ami ott megszületett, hanem nyilván magája a kerté is. De a lényeg az, hogy mindenki szeretné ezt megmutatni a nagyvilágnak. Látom a követőink között is, hogy alig várják, hogy megoszthassák azt a szépséget, ami a munkájuk gyümölcse. Úgyhogy ezért is tartom nagyon jó kezdeményezésnek az évházi kertje pályázatot, és nagyon örültem annak, amikor felkértek zsűri tagnak. Egyedül attól tartok, hogy elég nehéz lesz majd döntés hozni, mert biztos, hogy rengeteg nagyon jó pályamű fog érkezni, és ezek között választani, hát nagyon-nagyon nehéz feladat, de majd valahogy megbírkózzunk ezzel a feladattal. Nem csak zsűri tag vagyok, hanem felajánló is, hiszen van nekünk egy webshopunk, a shop.kert.tv, sok-sok ökológikus kertészkedéssel kapcsolatos terméket kínálunk ott, illetve vannak saját brendes tudcaink is, mint például ez a nagyszerű kapucnis pulcsi, a szlogenünkkel, kell, hogy a boldogság a kertben terem, ezzel remélem ti is egyetértetek, úgyhogy az első helyezettek ilyen kapucnis pulcsit kapnak, a második helyezettek pedig pólót kapnak ugyanezzel a felirattal, illetve vásárlási kupont a harmadik helyezettek, úgyhogy már csak ezért is érdemes részt a pályázaton, de nem hiszem, hogy ez lesz a fő cél, hanem az, hogy megmutassátok a nagyvilágnak, hogy milyen gyönyörű a kertetek. Hajrá, a boldogság a kertben terem! Zsoltnak az ötlete alapján a tündérkertek szervezésében az év házikert címet lehet ezen a pályázaton elérni, és ez úgy első hallásra is, rögtön az első hallásra is nagyon szimpatikus volt. És hát ez, erre a felkérésre nem is lehet nem -e válaszolni az első gondoltam az volt, hogy hú, azonnal én is indulni szeretnék milyen jó lenne, hogyha én most itt bemutathatnám a saját ültetvényemet, amit remélem, hogy majd meg tudunk nézni, és meg tudok mutatni a Zsoltnak is, a Tündérkertnek is, és másoknak is. Azt gondolom, hogy most, most, most nagyon sok szépet lát látni, rengeteg információt lehet gyűjteni. És miért is ne lehetne ez, a, ez az év házi kertje pályázat, ez egy nagyon jó alkalom, nem csak ennek a kertészetnek, hanem más kert tulajdonosoknak is, akik minden energiájukat beleteszik a kertjükbe, sokat dolgoznak, éjszakákat töltenek, vigyáznak, és aztán utána persze örömüket látják, hiszen a családjukat el tudják látni az ott termelt anyagokkal. Ennél jobbat nem nagyon tudok elképzelni. Ö, ö, és hát örömmel mondtam igen erre a fölkérésre, és ö, akár zsűriként, akár résztvevőként szívesen részt veszek rajta. Fülai Zoltán vagyok, a Horti Service Kfd nek az ügyvezető tulajdonosa. 2010-ben alapítottam a céget azzal a szándékkal, hogy olyan alternatívákat ö, kínálok a termesztőknek, a főhasználóknak, a kiskert és a nagykert tulajdonosoknak, amik általában nem elérhetők. Tehát egy, egy olyan növényvédelmi tápanyag visszapótlási és fajta kínálatot, amelyeket csak a profi férhetnek hozzá, profi termesztők férnek hozzá. Ez történt tehát 2010-ben még hozzá olyan indítatással, hogy ahol most itt ebben az épületben, ahol ezt a filmet is forgatjuk, ez, ez egy holland vetőmag cégnek a lányvállalatának a vetőmag üzleták központja volt. De 2008-ban egy amerikai multinacionális nagyvállalat ezt felvásárolta, úgy hívják, hogy Monsanto, az sokaknak, ezt nem is kell be, bemutatni ezt a céget. És akkor egy pillanat alatt itt a világ a feje tetejére fordult, és a szép zöldségvetőmagos időből egy pillanat alatt átalakultunk ilyen kémiás, kemény drogos... Gyógyszeripari nagyvállalat részévé. És hát persze ennek az összes ö, tulajdonságát ö, elég közelről megismerhettem, és azt mondtam, hogy ha egyszer megszabadulok, akkor utána ö, mindent másképpen fogok csinálni, mint ahogy ezt a Monsanto-nál láttam. Ez nagyon nehéz időszak volt ez abban az időben, mert olyan döntéseket kellett hozni, amik aztán a hosszú évtizedekre meghatározták nem csak az saját tevékenységemet, hanem, hanem azokat a azoknak a kollégáknak a tevékenységét is, akik, akik ebben a munkában részt vesznek ma is. A kiskert tulajdonosok nagy örömére a Horti Service Kft. által forgalmazott literes, 5 literes, 10 literes kiszerelések, kiszerelésű növényvédelmi és tápanyagviszapódlás céljából használatos termékek itt a kisfáj ökokert kínálatában, kis kiszerelésben is megjelennek. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon hasznos és, és nagy segítséget nyújt a kiskert tulajdonosoknak, mert egyrészt meg tudják védeni a betegségektől és a kártevőktől, károkozóktól a növényeiket olyan egyszerű módszerekkel, amikor nem kell gázálarcot és beöltözést és munkaegészségügyi és élemezés egészségügyi vérekezési idővel kalkulálni, hiszen a, ezeknek a termékeknek a zöme olyan anyagokból áll össze, amelyeket nap, mint nap a fürdőszobában, konyhában és a hétköznapi gyakorlatban szinte napi gyakorisággal használunk. Igen, ám csak, hogy ezeknek van ö, védekező mehnezősban használható tulajdonsága is. A leges, legegyszerűbb és eklatánsabb példát talán a tejsavó jelentheti, amelyiknek valóban ilyen laktobacillusból áll az összetevő, az összetevői azok, azok tejsavó baktériumokat tartalmaznak, amik nagyon jó védelmet tudnak nyújtani betegségek és bizonyos rovarok ellen is. Hát hasonló elven, hasonló gondolatmenettel, Akár a ö, szódabikarbónát, ö, hogyha említem, ezek minden háztartásban ott vannak, és minden nap alkalmazhatók, de ugyanakkor nem kétséges, hogy ezeknek gombaölő, baktériumölő, és ö, ö, időnként még rovar ö, elleni hatását is föl lehet fedezni, és ugyanakkor semmiféle ö, kárt nem okoz sem a főhasználóra, se az arra, aki permetezése, arra nem okoz semmi kárt, aki ezt elfogyasztja, vagy éppen a környezetében, se a környezetre nem, nem jelent semmiféle kárt. Ezért azt javaslom a kiskert tulajdonosoknak, hogy egyrészt a a tündérkertek által szervezett pályázaton mindenképpen vegyenek részt, tapasztalják meg a, ezeknek a veszélytelen szereknek a használatának az előnyeit, és hát nyerjenek olyan eszközöket, anyagokat, amiket itt az asztalon is lehet látni, mert ezekkel egyszerűbb könnyebb, gyorsabb és nem utolsó sorban szermaradékmentes növényvédelmi munkát lehet végezni. Ilyen például ez a, ez a kitopron névre hallgató szerünk is. Ez a kitopron ez nem más, mint a rákok páncéjának az őrleménye. Egy borzasztó egyszerű kivonat, rákpáncél kivonat, amelyikkel a penészgombák ellen kiválóan lehet védekezni. És hát a legaktuálisabb védekezőszer, ami mostanában nagyon minden kert tulajdonosnak nagyon-nagyon oda kell figyelni, a peronszporának és a lisztharmatnak a támadás az most ezekben a napokban kezdődik. És hát aki, aki valaha is megtapasztalta, hogy a skudóval milyen jól lehet védekezni a peronoszpóra ellen, az, az, már tudja, hogy ez egy nagyon stabil peronoszpóra elleni szer. És hogyha a lisztharmat ö, ö, probléma gomba ö, kerül előtérbe, akkor az ellen nagyon jól lehet védekezni ezzel a bizonyos hortopóver nevű szerrel amelyik egy, egy, egy valami nagyon közeli rokonságba áll a szódabikarbonával, nem nátrium-bikarbonátot, hanem kálium-bikarbonátot tartalmaz. És hogyha valamilyen növényvédelmi beavatkozás mellett még vegetatív növekedést is szeretnénk a növénynek adni, akkor ezt a trénerrel, egy száz százalékosan növényi eredetű aminosabbal érhetjük el. Törömmel hallottuk, hogy kiírással került ez a verseny, mert manapság elég kevés, illetve kevés információ van azokról a kertekről, akik elsősorban hagyományos módon, vagy bármilyen módon otthon próbálnak maguknak előállítani gyümölcsöt, terményt, akár a családjaik részére, vagy esetleg a ismerősök körében netán piacra is, és ezzel a versennyel lehet fokozni a felkészültséget, az ismertséget, azt, hogy milyen technikákkal, hogyan lehet javítani a termelésen, az előállításon, hogy hogyan szerezzük be azokat az alapanyagokat, illetve hát fákat, amiket majd szeretnénk továbbra is ültetni. Tehát Mindenképpen többféle kertnek és többféle módszernek teret ad ez a kiírás, és éppen ezért az alapítványunk is szívesen támogatja ezt a versenyt, és hát mi is a, a nagyszerű diak mellett hozzájárulunk a kiadványainkkal, a könyveinkkel a verseny díjazásához. A Göcsei Természetvédelmi Alapítvány most már közel 30 éve kutatja és műveli aktívan a gyümölcsészetnek a témakörét, mindazon dolgokat, amik ebbe beletartoznak. Kiadványok, könyvek formájában is igyekeztünk ezt a tudást, ezeket a kutatómunkákat összegezni. A versenybe ezekből a könyvekből szerettünk volna felajánlani példányokat, amelyekben hasznos tudás, fajta leírások, módszerek szerepelnek majd. Az alapítványunk tevőlegesen is végzi a, a kertművelést. Nagyon örültünk ennek a, ennek a versenynek, hogy ez kiírásra került, és, és, és izgatottan várjuk, hogy kik lesznek azok a jelentkezők, akik hasonlóan hozzánk megpróbálnak Napi szinten is a gyümölcsészet témakörébe, a kertművelés témakörébe tenni, aktívan tenni, módszereket összehasonlítani, értékes tapasztalatokat megosztani. Az alapítványunk a, a hagyományos fajtáknak a, a, a használatát is, megőrzését, megóvását is rendkívül fontosnak tartja, a hagyományos művelési módokat is rendkívül eh, fontosnak tartja. Hát az alapítványunkat azért hoztuk létre, mert már a 2003-as évben is észrevettük, hogy fogy a falun a termelőknek a, a gyümölcsöt, zöldséget elállítóknak a házaknál a, a száma erősen lecsökken, és éppen ezért indítottunk tanfolyamokat, képzéseket a hagyományos gyümölcsöknek a fenntartására, a házi készítményeknek a, az előállításának a segítségére, és így kapcsolódtunk a gyümölcsös hálózatba. És volt olyan programunk, amikor a Féldunán hat megyéjére kiterjedően ezeket terjesztettük, téli tanfolyamokon keresztül, több éven keresztül. Különböző kisfilmeket készítettünk a honlapunkra ilyen témákba, és az iskoláktól, az óvodákon keresztül a nyugdíjas klubokig mindenhova mentünk. és Próbáltuk ezeket a témákat szorgalmazni. Tehát az óvodákon, az iskolákon, a nyugdíjas klubokon keresztül mentünk eladásokat tartani, hogy mindenkit buzdítsunk ezeknek a különböző eleállítási formáknak és a különböző termelési formáknak a megismerésére és a terjesztésére. Azért is tartottuk ezt fontosnak, mert manapság, amit élelmiszerként az üzletekbe árulnak, annak nagy része nincs köze az egészséges élelmiszerhez, és sokkal jobb, amit otthon méregmentesen, hozzáadott méreg nélkül meg tudunk termelni, és ennek az előállítása, ha a saját munkerőt nem tekintjük jóval olcsóbb, mint amit a boltban meg tudunk venni, és hát mindig tudjuk, hogy az egészség megőrzésének az előfeltétele a megelőzés, és ezért is Tartjuk ez nagyon fontosnak, és mivel ennek az oktatása, terjesztése igazából az iskolai rendszerben nincs meg, ezért is szükséges, hogy ezt mi végezzük. Miért fontos ez? Én nekem is ez volt egyébként a gondolatom, mert a vidéken maradásnak az egyik kulcsa lehet a Azoknak a hagyományos gazdálkodási módoknak a fenntartása, a folytatása, amit mi is szoktunk szorgalmazni. Itt egészséges élelmiszer tudunk előállítani, hagyományos, műveli, hagyományos művelési módokat tudunk megőrizni. A helyben, kistelepülésen való életet tudjuk gyakorlatilag ezzel, ezzel elősegíteni. Egészséges környezetben, egészséges tájban nem utolsó sorban a természeti rendszereknek, a, a, természet sokszínűségének, változatosságának a megóvása is nagyon sokszor ebben a, ebben a kézben is összpontosulhat. Ezek komplex, sokszínű, sokrétű és nagyon-nagyon fontos dolgok, amik a mai modern világban sokszor már háttérbe szorultak, pedig, pedig rendkívül fontosak egy-egy táj, egy-egy tájegység, egy-egy vidéknek az életben maradása szempontjából. A Göcsei Természetvédelmi Alapítvány, mint a nevében is benne van, a természetvédelemmel foglalkozik, és a, a göcsei hagyományos gazdálkodásnak ugye az, azért van köze a természetvédelemhez, mert nélkülözi mindenféle bevitt méreg és egyéb vegyszeranyagokat, tehát természetesen gazdálkodnak a természethez közel, a természetet felhasználva, és a természetben előállított terményeket használják föl maguk részére a családok. Tehát így kapcsolódik a természetvédelem, meg a természet közeli gazdálkodás, a gyümölcsészet egymáshoz. Az hiányzik a falusi kertekből, ami régen megvolt, mert nem kaszálnak, hanem nyírják a füvet két ültetik a tuját, írtják a gilisztát, mert föltúrja a földet. Tehát ez, nem is a vakondott már a gilisztát is, tehát ez, ez nincs összefüggésbe, messze áll attól, ami régen volt, és amit Próbálunk mi újból visszahonosítani, és amit szerencsére az egyre többen próbálnak az országban művelni, de még nem elegen, és igazából ez a kiírás, ez a verseny is szerintünk ezt szolgálja, hogy ez irányba menjenek el a dolgok. Népszerűsíteni az ilyen típusú gazdálkodást is. Megfagyni az öreg fákat egy kertben, madárodókat, odvasfákat. Hát azért egy csomó minden lehetséges. Rőzsekupacok, bármi, ami egy kertben meg lehet. Hogy nem feltétlenül rovarhotelt kell építeni, meg kell hagyni az élőhelyüket a rovarajtnak. Ennyire egyszerű. Gyakorló gazdálkodók vagyunk jó magunk is. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is szeretnénk ezeket a fogásokat, ezeket az általunk kitűzött célokat művelni és megvalósítani ezért az általunk művelt kertben ez egy körülbelül két hektáros kis családi gazdaság, egy göcsei parasztbirtok. Az általunk művelt kertben is ezeket a technikákat alkalmazzuk, igyekszünk természetkímélő módon kaszálni és a szénát betakarítani, igyekszünk hagyományos tájfajtákkal beültetni a kertünket, Igyekszünk megmenteni azokat a ma már nagyon ritka, egy-egy példányban élő és fellelhető fajtákat, amelyeket a kertünkbe oltványként elültettünk, és ezekből oltóvesszőt is szoktunk a szűk környezetünknek ajándékozni. Igyekszünk megtartani a saját kertünkben azokat a természeti értékeket amelyek ebben a kertben adottak, megvannak, őket megóvni és gyarapítani, és alkalomattán bemutatni az érdeklődőknek ezeket a fogásokat, ezeket az értékeket, ezeket a, ezeket a mondhatom úgy, hogy ritkaságokat is akár, amelyeket itt Göcsei szívében mi legjobb tudásunk szerint igyekszünk gondozni, megőrizni és továbbadni utódainknak. A hatvítványon gondozásában jelent meg két kötet, a göcsei és őrség hagyományos körtefajtáiról és a hagyományos almafajtákról. Ezt a két... <laughs> Ezt a két kötetet szeretnénk felajánlani a verseny győzteseinek. Forgassák sok haszonnal és szeretettel. Mindenkit üdvözlök ebben a videóban. Rostás Gábor vagyok, a Hírös Iskola Kft. ügyvezetője. Szívesen vettük a felkérést hogy részt vegyünk ebben a pályázatban. Rendkívül jónak tartjuk ezt a kezdeményezést, hiszen manapság előtérbe került az önellátás, és ezáltal úgy gondoljuk, hogy kicsit ösztönözzük még jobban a kiskerteseket, hogy minél több ehető gyümölcsöző zöldséget állítsanak elő gyümölcsfaiskolánk Kecskemét mellett található. Durván 200 ezer oltványt állítunk elő évente, több mint 300 fajtát szaporítunk. Szortimentünkben megtalálhatóak különböző régi típusú, nosztalgikus fajták, de ugyanúgy vannak új, újdonságok is. <kül> Certifikált vírusmentes faiskola a miénk. Fő profilunk a nagy kereskedelem, tehát viszontaladóknak, webshopoknak értékesítünk, de ugyanúgy kiszolgálunk kis vásárlókat is. Várjuk a minél több fotót és videót a kertekről, hiszen nagyon értékes nyeremének várnak önökre.